Már pár hete elkezdődött az önkormányzat idei járdafelújítási programja, amelyre mintegy 160 milliót különítettek el, és mind a 8 választókörzet egységesen részesül. Cirpus Gábor alpolgármester a beruházások részleteiről számolt be televíziónknak. Térkőből, illetve betonból, de zömében térkőből fognak készülni. Nagyon fontos megjegyezni, hogy mind a 8 képviselői körzetben makói vállalkozók fogják elvégezni a járdajavítási és járdaépítési munkálatokat, ugyanúgy, ahogy ez történt 17-ben és 18-ban. Nagyon fontos, hogy a makói vállalkozásokat helyzetbe tudjuk hozni, és a makói vállalkozóknak munkát tudjunk adni. Én maximálisan meg voltam elégedve mind 2017-ben és 2018-ban is azzal a minőséggel, amit tudtak építeni. Bízom benne, hogy az idejében is tudják ezt a minőséget tartani, sőt, akár még jobb lehet, hiszen most már harmadik éve készítik a makói vállalkozók ezeket a típusú járdákat. Toldi János önkormányzati képviselő elmondása szerint mindig igyekszik a lakosok egyeztetésével kiválasztani évről évre az adott járdaszakaszokat, így mindenkinek kedvezve. Minden célom az volt ebben a ciklusomban az 5 évben, hogy legalább minden egyes utcában legyen járda, legalább az egyik oldalt. Emiatt elég sok panaszt is kaptam, hogy felőlünk miért nincs, és másik oldalt miért van. Ez most szerencsésen az utolsó évemben sikerül is befejezni. Meg lesz az utolsó ilyen helyem a Szunnyog utca is, ugyanakkor a félbemaradt utcai járdák, azok is befejeződtek. Itt a 6-számú választókerületben is több járdaszakasz megújul. A munkálatokkal itt Tóth Kása Józsefné egyéni vállalkozót bízták meg, aki az adott szakaszokról számolt be televíziónknak. Kálvin, a Liget, a Szunyog, a Bajcsi lakótelep és a Fűrész utca. A munkálatokat június végén kezdtük, és a Fűrész utcával kezdtük, és most jelenleg is itt dolgozunk. A kivitelező igyekszik minden esetben időben egyeztetni a lakókkal a munkálatokkal kapcsolatban. A 20 millió forintos beruházás befejezésének határideje szeptember vége.